Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Billy Russell, Shirley Valentine, egy asszony monológia három képen. Hát adóan egy középkorú nő, akinek a gyermekei kiröpültek, van egy fia meg egy lánya, de már elköltöztek otthonról, és van egy férje, aki egyre morcosabb, és ketten élnek egy marha nagy lakásban. És hát ez egy idő után nagyon kényelmetlenné válik, hogy reggel pár percre összetalálkozunk a fürdőszobába, és este, mire hazajön, kész vacsorával kell várni, majd elvonul a szobájába, és én megint ott maradok egyedül. Vagyis egész nap a fallal beszélget. Ugyan van egy barátnője, de hát az is ritkán ér rá. Viszont történik egy olyan helyzet, hogy ez a barátnője nyer egy utazást Görögországba. És miután el tudja adni a lakását, mert hogy elvált a férjétől, befizeti a Shirley-t is, ugyanerre a görögországi útra. És akkor itt kezdődik a nívódás. Menjek, ne menjek. Nagyon szeretnék, de hát mit szól majd a férjem, mit szól, és akkor tulajdonképpen lemegy ez az egész jelenet a fejébe, már előre tudja, hogy mit fog válaszolni a férje, tehát ilyen problémák. És aztán mégiscsak történik valami, amikor elhatározza, hogy igenis elmegyek Görögországba. És aztán meg is történik ez a dolog, és aztán ott megváltozik az élete. Mert rájön, hogy ő mindig is ilyen élet. Mesélj nekünk egy csíva arról, hogy miért fontos neked ez a darab, vagy egyáltalán fontos-e, illetve maga az előadás, mert ugye ezt már játszottad korábban a színházban. Tehát, hogy mi az, amiért úgy érzed, hogy ezt még mindig és mindig elő tudod venni, vagy újra elő tudod venni. Ugye egy monodrámáról van szó. Igen. Shirley Valentine-ról. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy amikor én ezt egy kolléganőmtől hallottam, Kassa Éva volt, újvidéki színésznő, már akkor egy bizsergés fogott el. És ezek olyan furcsa dolgok. Tehát már akkor így átvillant az agyamon, hogy ezt én is szívesen megcsinálnám. Tehát már akkor éreztem, hogy van valami közöm nekem ehhez a darabhoz. És aztán ugye el is feledkeztem erről az egész dologról, persze nem foglalkoztam vele, mert hogy más dolgok voltak. És aztán, amikor balesetet szenvedtek az Éváik is meghalt, akkor újra bevillant az agyamba, hogy én ezt a darabot meg fogom csinálni az ő emlékére. És akkor elhatároztam, megpróbáltam megszerezni a példányt, sehogy nem sikerült, és akkor eszembe jutott, hogy én annak idején vásároltam tőle egy magnókazettát, amire föl volt mondva ez a darab. És akkor én erről a magnó kazettáról írtam le a szöveget. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nem volt nagyon-nagyon sok idő, mert ugye ez tavasszal történt, és nyár elején jöttem rá, hogy ezt nekem muszáj megcsinálnom, és hát én ezt november 1-én, tehát halottak napjára szerettem volna bemutatni ott Celdömölkön, ahová ők igyekeztek erre a fesztiválra, amikor történt ez a halálos baleset velük. És akkor én ezt így meg is csináltam. Na most én akkor nem voltam azért annyira kész ezzel a dologgal, tehát én rengeteget dolgoztam rajta. És aztán mikor játszottam kétszer, háromszor, négyszer, akkor így megkérdeztem a Bereményi Gézaikat, hogy egyszer nem adhatnám elő a házi színpadon. Hát csak így azoknak, akik kíváncsiak rá, vagy meghívni a barátainkat, tehát egy ilyen spontán összejövetel, egy ilyen délutáni program keretében. És akkor mondta, hogy de, hogy nem nagyon szívesen, persze, hogy csináljuk meg. És akkor csak így berendezgettem gyorsan egy kis sarkot, és akkor eljátszottam az előadást. És akkor azt mondta a Géza, ott volt a felesége is, és borzasztóan örültek neki, és mondták, hogy hát szerintük ennek kellene menni itt a színházba, mint előadás. És akkor neki láttunk, és akkor hamar gyorsan megcsináltuk. És akkor játszottam úgy körülbelül egy másfél évig. Hát nem túl sokszor, tehát így havonta egyszer-kétszer, néha háromszor így egymás után, tehát nem tudom, talán 15 előadás ment le belőle, lehet, hogy 20, nem tudom, pontosan már nem emlékszem rá, mert hát ez így el volt osztva. És akkor levettük műsorról, mert már
más dolgok voltak, más problémák voltak, nem is nagyon tudtuk már egyeztetni. És akkor nem olyan régen megkértek engem, hogy ők látták ezt az előadást, és hogy nőnapra, csak nőknek nem adnám elő még egyszer. És akkor megint elővettem, és aztán rájöttem, hogy még mindig van mit dolgoznom ezen, tehát még mindig nem voltam kész ezzel az anyaggal. És akkor elkezdtem megint finomítani még rajta, elkezdtem még dolgokat kikísérletezni, próbálkozni, hogy hogyan tudnám legegyszerűbben megoldani, úgyhogy mindent én csinálok egyedül. Na most ez lesz az a helyzet, amikor mindent én csinálok egyedül, mert ez olyan piciket ér, hogy ide nem fér be még egy világosítópult, még egy hangosítópult, tehát ez teljesen más lesz ahhoz képest, ami. Tehát itt minden nekem kell kezelni. Kis saját magnómat behoztam, ezt tudom kezelni, tehát így szeretném megoldani, hogy minél egyszerűbben, minél praktikusabban, zöggenőmentesen. Egyébként sem szerettem a színpadon se ezeket a hosszú átdíszítéseket, de hát erre nincs is szükség, mert ez tulajdonképpen ez egy mesélő színház. Tehát itt a történet az érdekes. Néha még az se érdekes, hogy én mesélem, mert annyira elviszi az embereket a képzeletük egy más helyszínre, önmaguk világába, hogy teljesen mindegy, hogy ki áll itt és hogyan néz ki. Persze az első pillanat, meg az első megjelenés nyilván fontos, de akkor jó az előadás, amikor már nem ezzel foglalkoznak, hanem azzal, hogy milyen emóciókat vált ki belőlük. Ez a probléma megoldás, probléma megoldatlanság. Igazából azt szeretnéd, hogy itt jön 25 Shirley Valentine a sorok között? Hát nem, 25 ember, akiben valami módon megindul valami. Én azt szeretném, hogyha igenis az lenne, hogy igenis, én is elmegyek Görögországba, vagy nem Görögországba, hanem oda, ahová vágyom már régóta. Mert az életünknek az az értelme, hogy a vágyainkat valamilyen módon teljesítsük, vagy beteljesítsük, nem? Tehát nem szabad úgy leélni egy életet, hogy az ember mindig azt mondja, hogy jó, persze, majd ha ezt megcsináltam, akkor majd gondolkodom rajta, hogy akkor esetleg de jó lenne elmenni nyaralni, és akkor minden nyár így telik el, hogy de jó lett volna pedig ezen a nyáron elmenni valahová nyaralni a gyermekemmel. Ez nem jó. Mindig változik az ember, mert mindig olyan élethelyzetek vannak, amikor valamivel szembe kerülsz, és rájössz arra, hogy ez a dolog, ez a problémád nem oldódik meg addig, amíg te neki nem fogsz, és hozzá nem fogsz. És így van ez a szöveggel kapcsolatban is, tehát gyakorlatilag a szövegen olyan nagyon-nagyon sokat már nem változtattam, az értelmi része változott meg bennem. Mondom, elnézést kérek. Megtenné nekem, hogy odavinni ezt a kis asztalt, meg ezt a széket a tengerpartra egészen közel a víz széléhez? Nézett rám, hogy egy percig. Azt mondja, miért? Nem tetszik neked, én bárom. Hát dehogy nem. Nagyon kedves kis bár. Csak tudja, nekem van egy bolondos álmom. A tengerparton szeretnék egyszer elfogyasztani egy pohár bort. Aha, egy álom. Ha oda viszem azt a szék, valóra vál álmod? Hát nem ilyen. Akkor nincs probléma. Oda vitte nekem az asztalt, meg a széket, kifizettem a bort, mondom neki. Még egyszer nagyon köszönöm. Azt mondja, nem, én köszönöm. Élvezd az álmodást. Egyre inkább úgy érzem, hogy ez a szöveganyag, ez már annyira az enyém lett, hogy akár én is írhattam volna. Mert gyakorlatilag szinte minden pontot tudok kapcsolni valamilyen élethelyzethez. Ha nem a sajátoméhoz, akkor egy másik emberéhez, aki elmesélte a történetét. Tehát az élet van benne ebbe az anyagban most már részemről. Az én életem, meg mások élete is. Meg a változás lehetősége. Most már nagyon akarom ezt a változást. Nagyon akarom sugározni mindenkinek, hogy kezdjenek el élni. Igen. Kezdjetek el élni.